Akik ismerik a heti naplót, tudják, hogy minden történetünknek bemutatjuk az utóéletét. A tavalyi év egyik legtragikusabb eseménye a rengeteg emberéletet követelő maui tűzvész volt. Mi is beszámoltunk róla itt a heti naplóban. Szinte a semmiből kaptak fel a lángok, a riasztórendszer nem működött megfelelően, sokakat a házukban vagy a menekülés közben ért a halál. Naplós csapatunk ugye állandó tagja, Trütko barátom 2 évig élt Hawaiion, a közelmúltban pedig visszament oda, ráadásul éppen Maui szigetére, úgyhogy megkértem, hogy nézze meg, van-e talpraállás egy ekkora katasztrófa után, és utána pedig beszélgetni fogok vele erről az évről, a 2024-es évről. Íme. Szervusz András, köszöntöm a heti napló nézőit is innen Hawaiiról, Maui szigetéről, arról a helyről, ahol a 2023-as év egyik legnagyobb természeti katasztrófája pusztított. Az elmúlt években többször is foglalkoztunk Hawaiial, illetve külön is beszámoltunk a 2023. augusztusi tűzvészről, amelynek során több mint 100-an veszítették életüket itt Mauin, sőt az áldozatok száma még most sem teljesen végleges, ugyanis voltak olyanok, akik a pusztító tűz elől az óceánba menekültek, az ő holtestei még most sem találták meg, tehát hivatalosan még mindig eltűntként kezelnek egyes embereket. Emellett pedig több mint 3000 vállalkozás szűnt meglétezni, az anyagi károkat pedig dollármilliárdokra tették. Annak idején, amikor megtörtént a katasztrófa, akkor sokan abba a dilemmába estek, hogy jöjjenek-e egyáltalán Hawaiira. Mert hogy a hawaiiak egy része azt mondta, hogy ne jöjjenek ide turisták, mert egyszerűen kegyeletsértő az, hogy valaki úgy nyaral a szigeteken, hogy egy sziget egyik részén éppen életmentés zajlik. Mások viszont azt mondták, hogy igenis jöjjenek a turisták, mert az ő pénzük, a bevétel forrása, ez segít majd talpra állni Mauinak, illetve Hawaiinak. Végül is egy kompromisszumos megoldás született, Josh Green kormányzó, és sokan is abban állapodtak meg, hogy jöjjenek a turisták, jöjjenek ide, költsék el a pénzüket, de nyaraljanak etikusan. És ez azt jelenti, hogy ne keressék fel Lahaina városát, ne legyenek katasztrófa turisták, ne fotózzanak és ne videózzanak ott, ahol mások az életüket vesztették. Most én azért jöttem vissza egykori lakóhelyemre, Hawaiira, illetve Maui szigetére, hogy megnézzem, talpra állt-e a gazdaság, és azt kell, hogy mondjam, nem egészen, nem teljesen, sőt. Jóval kevesebb a turista, jóval kevesebb a vendég, a szállodákban jóval több az üres szoba, a turista látványosságoknál pedig, ahol korábban tömött sorokban álltak az emberek, vagy azoknál az utaknál, ahol dugóban araszoltak az autók, most úgy lehet átjutni, mint kés a vajon. Ennek ellenére Maui szép, gyönyörű, mutatok is pár felvételt a természet csodájából, a csodákból, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon megszenvedte a 2023-as évet, ez a város Lahaina, illetve Maui szigete. Pici reményre az ad okot a helyieknek, a nagyon vallásos helyieknek, hogy a szinte teljesen megsemmisült Lahainában egyetlen egy templom és a templom parókiája megmaradt, és a vallásos helyiek ebben az újjáépítés lehetőségét, Isten csodáját, Isten akaratát és a végtelen alohát látják. Aloha egyébként nem csak azt jelenti, hogy jó napot vagy üdvözlöm, nem egy turista köszönés, hanem aloha azt jelenti, hogy Isten lehellete, ebben bíznak a helyiek. Hadd mondjak el egy lélekemelő magyar Hawaii kapcsolódási pontot. Ugye a tragédia után közvetlenül Magyarországról, Székesfehérvárról több mint 50 lakókonténer érkezett ide a válságövezetbe. Ezekben helyezték el a tűzvész miatt hajléktalanná vált emberek egy bizonyos részét. Éppen ezért a hawaiiak utána néztek, hogy hol is van ez a Magyarország, és személyes találkozásaim során sokan mondták azt, hogy mahalo hunakalia. Mahalo azt jelenti hawaii nyelven, hogy köszönöm, köszönjük, hunakalia pedig azt, hogy Magyarország. Jó volt ezt hallani. Így az adás és a bejelentkezésem végén hadd mondjam el, mahalo a figyelmükért, aloha és boldog új évet kívánok mindenkinek. Trütko jelentkezik most élőben az Egyesült Államokból. Honnan is pontosan, Trütko, ezt már csak te tudod követni, szervusz. Ezt már tényleg csak én tudom követni, Daytona Beach, Florida, de ennek ellenére aloha mindenkinek, szóval aloha, boldog új évet neked, András. Aloha, meg minden, amit ilyenkor mondani kell. Trütko, ugye két ember van az ATV-ben, aki minden adást meg tud úsztatni, az egyik te vagy, a másik pedig én, úgyhogy most mondom előre, hogy 5,5 percünk van összesen, és ha jól tudom, most ugye a 2024-es jóslatokra fogunk beszélni, ez biztos, hogy jól tudom, de ha jól tudom, te előbányáztál korábbi, nagyon korábbi sok évtizedes jóslatokat, amiről vagy beváltak, vagy nem váltak be, így van?
Mi az, hogy több évtizedes? Egy évszázados, András, tényleg meg tudjuk usztatni az adást, de ezért most tényleg csak sorolom. Akkor, amikor a hét elején azt mondtad nekem, hogy nézzek utána a jóslatoknak a jóslatok hazájában, akkor bevallom őszintén, hogy én bolondja lettem ennek az egésznek, nagyon rákattantam, és találtam egy 1924-es felmérést, amiben nagy jósok elmondták, hogy mi lesz majd 100 év múlva, tehát, hogy 2024-ben négyet fogok nagyon röviden idézni, és akkor döntsd el, döntsék el a kedves nézők, hogy ebből mi vált be és mi nem. Szóval a mozi és a mozgókép ereje az elmúlt időben olyan erős lett, hogy 2024-re az edukációs dolgok miatt, tehát hogy a mozik és a filmek ilyen módon tudják edukálni a társadalmat, meg fognak szűnni a háborúk és meg fognak szűnni a fegyveres konfliktusok is. Nem jött aztán, be. Én majd mindig mondom, hogy bejött-e vagy nem jött be, ez nem jött be sajnos, hozzáteszem. Igen? A földeken a modern technika annyira átvette a lovaknak a szerepét, hogy 100 év múlva, és akkor most szó szerint fogom idézni, a lovak létezésének szükségszerűsége megszűnik, ezért a lovakkal 2024-ben már csak és kizárólag állatkertekben fogunk tudni találkozni. Hál' Isten nem jött be ez a jóslat. Igen, ebből kettőből egyik se. Igen, a közjogi funkciókban és a közéletben annyival több nő lesz, mint most 1924-ben, hogy 2024-re tehát 2024-ben sokkal több nő lesz a közjogi funkciókban és a közéletben, hogy nagyon sok férfi fog a konyhában dolgozni, és sokkal többen lesznek háztartásbeli férfiak. Tulajdonképpen bejött, úgyhogy 2-1. És akkor jön a záró, 2024-re 100 éves lesz az átlag életkor a modern technikának és az orvostudománynak a fejlődésével, ezért egy 75 éves ember viszonylag fiatalnak fog számítani. Hát nagyot emelkedett az átlag életkor, de azért 100 évnél még nem tartunk, úgyhogy ez se jövő, tehát 3-1. Na beszélgessünk a 2024-es jóslatokról, ott mennyire veszik komolyan a jóslásokat, és mennyire, hogy mondjam, szakértők a jósok, vagy mennyire kezdő Nostradamusok, vagy mennyire figyelnek arra, amit ők mondanak? És egyáltalán mit mondanak? A Nostradamusok hazája, de 2024-ben mondhatom azt, hogy ha amerikai belpolitikai, vagy külpolitikai, vagy világpolitikai eseményeket nézzük, akkor egyértelműen András az amerikai elnökválasztás az, ami mindennek a kereszt tüzében áll. Tehát ezzel kapcsolatban jósolnak, ugye néhány nap múlva Iowában megkezdődik az előválasztás, az előválasztás, szóval innentől fogva élesbe fordul minden, hogy november 5-e keddig, ugye itt kedden vannak a választások, november 5-én van az elnökválasztás, tehát hogy gyakorlatilag most ezt tartja látban az Egyesült Államokat, egyébként vélelmezem, hogy a világot is. És mit mondanak, hogy egyáltalán Trump el fog indulni a választáson, el tud indulni? Ugye itt kell egy legfelsőbb bírósági határozat ehhez. Itt több határozat is kell, ugyanis az Egyesült Államok ugye 50 tagállamból áll, és például Colorado-ban először úgy döntöttek, hogy nem lehet rajta már az előválasztási listán se, aztán utána más állam is így döntött. Hát amennyiben őt jogilag nem akadályozzák meg, akkor mindenképpen rajta lesz. Ugye két elnök jelölt van, ugye sok elnök jelölt lehet elvileg, de ugye klasszikusan Amerikában vagy demokrata párti, vagy republikánus párti ugye az elnök, és a két fő esélyes a demokrata pártnak az indulója. Ez nagy valószínűséggel a jelenlegi elnök Biden elnök lesz, illetve a republikánus oldalon. Ebben a pillanatban, ha így mondom, most kedden lennének a választások, akkor nagy valószínűséggel Trump elnök jelölt volt elnök indulna. Tehát egy Trump-Biden visszavágó várható. A republikánus oldalon gyakorlatilag utcahosszal vezet egyelőre Trump, és most jönnek majd a jogi ügyei, négy komolyról van szó, és egy valószínűleg véget is ér addig. Viszont a felmérések azt is mutatják, hogy amennyiben őt elítélik bűncselekmény miatt, például, hogy a Kapitólium ostromában tevőleges szerepet játszott, az jelentősen csökkenthetné az esélyeit az egyébként meglehetősen népszerűtlen Biden elnökkel szemben. Egyébként Trump sem népszerű a korábbi elnökökhez képest. Most egy kicsit így kevertük a jóslatokat a tényekkel. Mit mondanak a jósok ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a kimenetele a választásoknak? Nézd, Amerikában Trumpnak a színre lépése totálisan megváltoztatta a politikát, totálisan megváltoztatta a jóslatokat. Hadd mondjak egy, mondjuk úgy, hogy a komolytalanságból a komolyságba átmenő konkrét tényt. Amióta Trump a politika részese, azóta gyakorlatilag a felmérések megbízhatósága jelentősen zuhant. Tehát emlékezhetünk 2016-ra, amikor
a jelölt ellenfelei, a felmérések, mindenki azt mondta, hogy Trumpból nem lehet elnök. Esélytelen, láttuk, gyakorlatilag elnök. Esélytelennek nyilvánították a felmérők. Sőt, volt olyan ellenfele, aki azt mondta a republikánus elnök jelölti vita, hogy minek kérdezik. Hát úgy is tudjuk, hogy nem lesz elnök, aztán láthattuk, hogy elnök lett. Tehát magyarul a felmérések nagyon komolyan veszítettek a jelentőségükből. Vannak olyan felmérések egyébként, amelyek azt mondják, hogy ebben a pillanatban most lenne a választás, akkor Trump megnyerni az elnök választást, és van olyan, amely kimondja azt, hogy elképesztő mennyiségű protest szavazat lesz 2024 novemberében. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akik nem szavaznának Bidenre, ha ő lesz a demokrata oldala, nem szavaznának Bidenre, de azért fognak rászavazni, hogy ne Trump legyen, és lesz olyan is, aki nem szavazna Trumpra, de azért szavaz majd rá, hogy nehogy véletlenül Biden legyen az újrázó elnök. Azért most, mert mondtam, hogy mindent meg tudunk úsztatni, és még Európára nem is tudtunk fordítani figyelmet, majd legközelebb a következő bejelentkezésre, de köszönöm, hogy itt voltál velünk, folytatjuk majd nem sokára.